Hát akkor végül is határozat képesek vagyunk, András fog jönni, amiről nem tudok, nem mondja, akkor biztos, hogy is fog jönni előbb-utóbb. Na, hát napi rendelőt ugye beszélgettünk egy pár dologról múltkor, a már a héten, én szerintem azt nem nagyon fogom ismételni, az, amiről a legvégül beszélünk. Talán annyit most a napi rendelőt erről a tegnapi dologról, hallom, Gyula, jó sokáig voltatok. Mindegy, a kút kapcsán én is itt voltam, és hát hál' Istennek egzakt tárgyalások folytak, és talán felszállt a füst, és valami lesz ezzel a kutat. Tehát első lépcsőben most a szivattyút fogják lejjebb rakni, nem egészen értettem, megkérdeztem, hogy miért nem lehetett már előbb. A válasz az volt Bádovszkitól, hogy az előző strandvezetést kell megkérdezni. Tehát magyarul kb. Úgy nézett ki a dolog, hogy a cucorokat ágyoztam, ez a szivattyú lejjebb kerül. És lehet, ez sokat fog javítani, tehát legalább azon fog javítani, hogy nem kell állandóan légtanítani. 61 méteren van a szivattyú, és levegőt szív állandóan. És az ember elmondta, hogy igen, Tóth Béla egyébként beavatkozott, tehát most nem jól tett, tehát nincsen semmi, tehát én mondtam be, hogy a véleményét el tudja mondani, és hát ugyan el nem jött a tárgyalásra, de a Ákos Valdi felolvasta a véleményét, és pontról pontra megkérdezték a jó helyén ülő szakértőt, aki a kutunkat fúrta annak idején, hogy hogy áll ez a dolog, és igen, 90 méterre levesztél van a szivattyú, akkor nagy eséllyel több vizet fog szállítani, és kevesebb levegőt. Tehát, és elhalasztották a kút takarítást is, egyrészt azért, mert hogy októberben kisebb kárral járnak, mert akkor az a legrosszabb, jövő október, és másrészt pedig, hát most akkor megvárjuk azt, hogy itt ezzel mennyire fog a vízhozam emelkedni, és még úgy ítélték meg itt, hogy talán először meg kéne próbálni a hiányzó kiegyenlítő tartályát megépíteni a nagy medencének. És mindegyik medencének van, de ennek nincs. És így ugye a túlfolyón keresztül elfolyó víz felmérhetetlen, hogy mennyi folyik el. Tehát ugye, hogy aki beleugrik, akkor hát most az megy a Dunába, vagy pedig egy kiegyenlítő tartályba, és onnan vissza lehet fordatni, azért ez valószínűleg fogja csökkenteni a vízszükségletet. Tehát, ezért is. Aztán most majd meglátjuk, hogy hogy lesz a dolog. Összehoztuk a telefonszámot, cseréltek, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerült ezt is sírre tenni, mert hát, szóval egy évek óta ez a kínvonás, ezzel a úttal, meg ezzel a strandban, ez aztán volt ilyen hozzá. És utána volt a bizottsági ülés, tehát a termelkődő bizottsági ülés, hát fél percig volt a 2-5-től. Hát gondolom, hogy végelmeztek mindent, majd meg fogjuk kapni a jelentést, vagy biztos el kell foglalnunk, én nem voltam ott. Hát ugyanerre, akkor csak erről, semmi másról, de ugyanerre jutott a bizottság is, tehát ezt a döntést. Akkor már itt volt a Béla egyébként, tehát arra eljött, és hogy hívják, teljesen egyetértett ezzel a dologgal, amit a fickó. Tehát nem kezdett el kavarni, hogy teljesen korrekt módon mondta, hogy akkor jó, akkor ő is ezt el tudja így fogadni. Ez annyiból szerencsés egyébként, hogy tényleg meg kell várnunk vele. El kell készíteni minél előbb, azért, hogy lássuk, tehát minél hamarabb kiderüljön az, hogy ez alkalmas-e arra, hogy így működhet a történet, vagy pedig tényleg meg kell csinálni ezt a savazásos történetet, ha vagy nem. Ez a lényeg. Még érdekes, csak nüansz ezzel a strandal kapcsolatban, most mennyiben hívott a Bádovszki, hogy az önkormányzat mennyiben kíván hozzájárulni a robok eltakarításához. Már a tűz a lején. A zöldséges. Igen. Én is mondta egyet, és mondom, jól van, mondom, akkor hol van a 10 millió forintuk, amit szeptember végén kellett volna visszafizetni. Mert ugyanis nem fizették vissza. Az Erzsébet, mikor volt a felügyelő bizottsági ülés, akkor kértem, hogy akkor legyen szíves forduljon a testületről, hogy hogyan kívánja milyen ütemezésben, illetve ha nem, akkor pedig valami kérvényt írjon, mert ezt én nem döntettem el, és nyilván a testületnek kell eldönteni, hogy a 10 milliót akkor most részben fizeti vissza, mondjuk levonhatja-e belőle a tanmedencének az árát, és utána pedig a hópinak a törleszéséből majd visszacsöpögteti mondjuk a 25 év alatt, vagy szóval valami legyen, de hát ez a papír nem jött meg. Tehát ez nem jött meg. Most ezt kérdeztem a Bádovszkitól, hogy na, sok fogjú van ez. Hát ő az egészen más,
ez tulajdonképpen a külső terület, a régi kormányzati terület. Na, szumma szumárom abban maradunk, hogy a konténereket kifizetjük, és ők oldják meg saját munkaerővel, vagy mit egyik legyen a vizel. Kifizeti a biztosító most, nem? Kifizesse a biztosító. De az a vicces benne, hogy ha most érezlelem a konténert, ugye, a biztosítás nekik van, az önkormányzat ezt akár nem jelentette be. Tehát akkor most a mi számlákat hogy fogja kifizetni a biztosító? Na mindegy. Egy mondat ehhez csak lehet, nem ez van a tűzhöz. Tényleg igaz, hogy megalapították, hogy nem lehet megalapítani a tűzokát. Igen. Tehát, hogy ez a megalapítás. Igen, igen. Hivatalosan a tűzokat. Ugye ilyen nincs. Hát mondom, hogy ilyen nincs. Meg fogod kapni a levelet. Jó, nem igen, de hát itt az a baj, hogy én még nem találkoztam. Tehát aki ezzel foglalkozik, az milliméter pontosan meg tudja alapítani tűzről, hogy van. Tehát azért ez egy szakma gyerekekkel. Olyan furcsa, hogy leég minden, elégnek a bűjjelek, meg a nyomok, de aki ehhez ért, az meg tudja alapítani, hogy mi történt. Tehát óráról, percre és mindent megtudsz. Azért furcsa ez nekem, hogy ebben mi így belenyugszunk, vagy nem tudunk már tenni. Másnap felhívtam a tűzoltóságot, és kértem, hogyha lehet, akkor legyen tűzvizsgálat. Már akkor elzárkozott telefonba a tűzoltó parancsnok, azt mondta, hogy a károsult, azért érdekes, hogy a károsultként csak a zöldségesnek a bérlőjét, a zöldséges bérlőt jelölték meg, nem kérte, mert szerintem nem volt idegenkezés. De mondom, ettől még mi esetleg megpróbáltuk, hát szerintem nem. Azt mondta, hogy idegenkedőségre utaló nyomot nem találtak, ezért nem rendelnek el tűzvizsgálatot. Ez nekem szóba. Erzsébet megkérte írásba is, bejött a levél, meg fogod kapni, megvan a levél, hogy a tűzoltóság nem kíván és nem köteles tűzvizsgálatot csinálni, mert nem idegenkedőségnek, ő sem utaló nyomokat, ők sem találtak, és a károsult sem kérte. Ennyi. Passz. Nem tudom mit mondani. Én azt gondoltam, hogy hivatalból minden tűznél tartanak egy ilyen. Én is azt hittem. Ennyi. Állam már leesett. Most összepróbálom szedni magam. Elküldöm a levelet. Tényleg. Jó, de nem mondom, hanem hogy ez volt a végeredmény. Hát ilyen gyerekek, ilyen nincs. Megdöbbentő valóban, de most már bizonyíték hiány, hiszen ennyi idő eltelt. Ja, de hiába kérte. Hát kérte. Most is lehetne kérni, mert még ott van minden, mert sokat nem változott a helyzet. De nem tartották meg, aztán ők nem tartanak is ennyi. Biztos, hogy sok pénz megkerül, gondolom én. Na, hát van-e még valakinek még? Nincs, jöjjön, mert jó, akkor a napirend, akkor ugye két napirendet, a kettest és a hármast akkor nem fogjuk tárgyalni, és akkor a Vöröskott Tűzoltó Egyesületet pedig betesszük, hogy akkor ott is legyen egy elfogadó határozat arról, hogy kifizetjük ezt a 198.031 forintot. Utólagos elszámolás alapján. Jó, azt pedig akkor betesszük 11-esnek. Jó. Jó. 12-esnek. Jó, 11-esnek. 11-esnek. Akkor legyenek 12-esnek. Na, most akkor ez egyetért a napi rendben az. Hát akkor van, igen, egy. Jó, a tájékoztatást akkor rendezzük, hát ha befut a... Ja, bocsánat, ezt nem tettem be a napi rendben. Hogy akkor azt pedig viszont akkor várunk, hogyha a landás nem jött el, akkor német tartjuk, ha pedig megjön, akkor ő felolvassa. Tehát akkor azt kérem, hogy akkor most ne az első napi rend legyen. A második feltárban volt a Lázár miniszter úr. Igen, mondta, hogy ott volt. Sajtótájékoztatóján, volt, szerintem úton van. Úton van, igen, mondta, hogy igen, valami elhúzódott a kormányinfó, és azért és azért nem ér ide. Tehát akkor így most nagyon haladós lesz a dolog, mert rögtön a 4-esre kezdünk. Hát ezt nem tárgyalta a bizottság, de szerintem hát nem is nagyon kellett, ez egy munkatér dolog a oktatás, kulturális, szociális és civil kapcsolatok
Így van, oktatás, kultúra, kapcsolódik, szociális bizottság tárgyalta, és hogy elfogadásra javasolt. Így van. Nincs, minden évben kell csinálni, akkor mondom, hogy nincs semmi kifogás, akkor Lányfő Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete, az előterjesztést egyes számú mellékletét képező Lányfő Tündérken óvoda 2017-18 évi munkatervének tartalmát megismerte, és a jelen határozatával jóvá hagyja. Ezzel egyetért az. Jó. Lányfalú hírek. Rosszat nézd? Az adó. Adó. Az adó. Ötös. Ja, ötös, bocsánat. Jó, jó. Na hát ezt tárgyalta a bizottság, ugye a két módosítási javaslatból csak egyet hagyott jóvá. Én azért azt fogom kérni, hogy akkor azért a testület is döntsön mind a kettőről, ugye külön-külön. Az egyik az arról szólt, hogy a helyben lakóknak a kedvezményét csökkentsük 5%-kal, ezt már tavaly is én megpróbáltam elérni, nem sikerült. Én olyan mondom még egyszer, hogy én ezt azért is tartanám fontosnak, mert ugye én gondolnék a jövőre is, előbb-utóbb ezt problémát fog okozni. És még mindig jobb lenne, hogyha ilyen pici lépcsőben hozzányúlnánk ehhez, mint hogyha majd egyszerre sokat kell emelni. Szóval arra alapozom ezt a mint amit ott kifejtettem, hogy egyre több lesz az állandó lakos, és így egyre több lesz a kedvezményezettek száma. Ez előbb-utóbb ahhoz vezetni, hogy az adó befizetés csökkenni fog. Erre megvan minden lehetőség, hiszen a Lányfalunak a nagy részét átminősítettük, és ma már nem lakóvezet lett, így megtehetik, hogyha van csatornájuk, illetve megfelelnek a házak a megfelelő paramétereknek. És általában történnek is ilyen, tehát így ebben az évben is biztos, hogy egy ilyen 20-25-ös nagyságrendben történt már ilyen átminősítés. Ez az egyik. A másik, én a Varga Lénes véleményét nem osztottam, szerintem túlzottan nagy a különbség. Kell, hogy legyen különbség, de eligazán indó volt ilyen 65%-os különbséget tenni mondjuk az állandó lakos és a nyaralós között. Nyaralósok jóban morognak, új utakat jóval kevésbé használják, mint mi. Az iskola, ha is mondjuk az óvoda, vagy bármiféle infrastruktúránkat, akár a faluházat, vagy bármit, nem vesznek olyan mértékben igénybe. Tehát én azt mondom, hogy csökkenteni kéne ezt a különbséget. Ezt mondtam tavaly is, és ez volt az én érvem. Tehát ezt a bizottság nem osztotta, tehát ez nem. A másik a 12.000 forint per négyzetméter ugye a dolog, hogy annyit kell majd kérnünk a nézetméterjét az óriás pakátoknak, ez pedig egyik kényszer volt tulajdonképpen. Tudjuk, hogy a hészünk ez nem teszi lehetővé, hogy ilyet újonnan bárki létesítsen, ehhez szerintem tartania is kell magának a falunak magát, de ezt ugye előírják, hogy egy ilyen ezt bele kell tenni az adórendeletükbe. Nem tudom, ez problémát okoz, ezt elfogadta a bizottság. Kabi? Köszönöm szépen, mint ahogy tegnap is kifejtettem, csatlakozom a véleményedhez az első adó témát, illetően még pedig igenis ki kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy csökkenni fog az adóbevétel, ugyanakkor a növekvő állandó lakosszám, növekvő infrastruktúra fejlesztés igényt is felvett, amely viszont az önkormányzat és a település kötelessége, az utaktól az iskolákig és a közművek, az egyéb közművekig, amelyeket nekünk kell finanszírozni, tehát mindenképpen tartalékot is kell képezni, másrészt valóban nem egyszerre magas adóemelést végrehajtani, hanem egyrészt a kiegyenlítést figyelembe venni, másrészt pedig az igazságosságot is. Ami pedig érvként elhangzott, még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, Budapesttel példálózni elég nagy balgaság, vagy nagy ipari parkokkal és társasági adókkal és iparűzési adókkal megáldott önkormányzatokhoz hasonlítani Lányfalut, amelynek szinte kizárólag az adóbevételekből és az állami támogatásokból van jövedelme, mert nekem nagyon tetszik, hogy ne fizessünk adót, de ugyanakkor minden, amely az önkormányzat törvényi és rendeleti kötelezettsége, annak maradéktalanul tegyünk eleget. Tehát annak ellenére, hogy a bizottság...
bizottság nem javasolta, én támogatom ezt, azon egyszerű okból, magam is leányfalusi lakos révén, mert eleve igen magas az a kedvezmény, amelyet Leányfalu lakosainak adunk, és közösen sírunk, közösen nevetünk. Ez a település igen fontos számomra is, mert most az így nem igen fontos számomra is, és szeretném, ha továbbra is érdemben tudnánk fenntartani, és nem megalkuvások árán. Köszönöm. Az előző megnyilatkozásból az jön ki, vagy azt érzem, hogy aki egyébként nem javasolja ezt a módosítást, az nem... Dehogyis, nem erre céloztam. Hát pedig ez nagyon így jött le. Akkor bocsánat, nem így gondoltam. Köszönöm szépen. De hagyjad, nála van a szó. Tehát én továbbra is úgy gondolom, hogy, egyrészt tehát ez a testület alkotott meg egy adórendeletet. Ez az adórendelet, én azt gondolom, hogy egy elég tisztességesen végig gondolt dolog volt, és még egy, hogy akkor tudomásul kell venni, akkor elég jelentős adóemeléssel járt ez. Ahhoz képest, amit kivettük belőle a szemétszállítás, most gyakorlatilag van egy csökkentett adó mérték, de egyébként a szemétszállítás már mindenki saját maga fizeti. Tehát én azt gondolom, hogy addig, tehát arra, hogy itt majd mi lesz, meg lehet, hogy ez lesz, meg lehet, hogy az lesz, erre én nem tartom helyesnek, hogy most erről adót emeljünk. Akkor, amikor, fogjuk tudni, hogy baj van, akkor majd emelünk. Tehát még egy dolog van. Az pedig egy, szerintem nem lehet indok, hogy egyrészt teljesen egyértelműen nem derült ki, és nem került kimutatásra az, hogy ez nekünk mennyi, éves szinten mennyi adó eredményt produkálna. Mert ez nem derült ki. És az arra hivatkozni én nem tartom célszerűnek, hogy egyébként egyre kevesebb lesz az üdülő, és egyre több lesz a lakóház. Az egyre több lakóháznak egyébként nagy valószínűsége az esetek nagy százalékában egyre nagyobb lesz az alapterülete. Tehát azok, tehát valahol biztos, hogy kompenzálódik az a dolog, ez nem hiszem, hogy ilyen módon érv lehet. Én továbbra is úgy gondolom, hogy nem kellene hozzányúlni momentán az adórendeletünkhöz. Csak abból a megfontolásból, és egyébként valami miatt, emiatt a reklám adó törvény miatt most egyébként ahhoz hozzá kell nyúlni. Tehát ez valamilyen módon nem generálja azt, hogy jó, akkor nyúljunk már hozzá ehhez is. Hozzá megadóztattuk most már tehát minden olyan dologra rányúltunk, ami valamilyen szinten luxus. A medencék, a telkek, minden ilyesmi. Tehát ami én azt gondolom, hogy ezek valóban kell, hogy komolyabb adót. Az, hogy valakinek itt nyaralója van, igenis, fizessen sokkal több adót, mint egy állandó lakos. Mert két lehetősége van. Egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert pontosan a mi adórendeletünk tette ezt a dolgot is helyre. Az előző ciklusok adórendeletéhez képest, amikor egyszerűen annyiról szólt a történet, hogy jelentkezzen be egy valaki állandó lakosnak a nyaralóba, nem volt, mindegy volt, hogy az micsoda, életvitelszerűen vagy nem, és akkor abban a pillanatban adókedvezményben részesült. Hát ez egy nagyon balga történet volt, ez egy ilyen kifelé nagyon jó pofán. Ezt a dolgot végre rendbe raktuk, és azt mondjuk, hogy jó, a nyaralósok, illetve a hétvégiházasok fizessék meg, aki meg állandóan életvitelszerűen itt lakik, az meg kapjon kedvezményt. Érdekes dolog, hogy rögtön az jött le, hogy eldönthette a kuncsaft, hogy most bejelentkezik állandóra, és lakóházként működtetik, na de akkor egész évben kell szemétszállítást fizetni. Mert azért voltak ilyenek, akik ebben belefutottak, hogy azt szerették volna, hogy fél évig fizetem a szemetet, mert én csak ideiglenesen használom, de közben kapjam az adó kedvezményt, mert állandóra be vagyok jelentkezve. Tehát én azt mondom, hogy most az, hogy életvitelszerűvé lett, tehát én nem tartom ezt helyesnek, hogy most
most erre a dologra, arra számít, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Vagy erre a dologra. Én nem tartom ezt teljesen. Még röviden is akkor szerintem. Én csak mondatot szerint, csak kiegészítésképpen, vagy helyretételképpen, bár a végeredmény majdnem ugyanaz, szó sincs adóemelésről, a kedvezmény mértékének csökkentéséről van szó. Ez akkor is emelsz. Mondom, az eredmény ugyanaz valóban, de itt most... Hát akkor is emelünk. Tehát minden valamihez történő változtatás, pozitív, vagy fölfelé történő változtatás, az emelés. Ez csak egy szemantikai korrekció. Oké. Csak még egy gondolat is, szerintem utána lezárhatjuk. Tett ez a testület még egy nagy gesztust, ugye, hogy ezt a büntetést is eltörölte. Az a nagyon sok ember nagyon jól járt, ugye, hogy ha nem fizetett előző évben bármi tartozása volt, ugye meg lett volna tőle a kedvezmény. Hát ez nem volt helyes, és ez tényleg jellemtően. És még egy, ugye, öngondoskodás. Mindenki ismeri ezt a szót. Ugye mindenki a nyugdíját is spórolgatja, hogy valamilyen legyen. Én azt hiszem, hogy ez egy önkormányzatra is vonatkozni kéne. Hogy illik az, hogy legyen tartaléka, és illik az, hogy legyen bevétele. Mert nem lehet tudni, hogy mi fog jönni, és mi lesz. Tehát én azért mondtam ezt a jövőre való gondolást is. Jó, szerintem ezt megbeszéltük, és akkor ezt még külön föltenném, tehát hogy azt tenném fel, hogy aki egyetért azzal, hogy 5%-kal csökkentsük a adó kedvezményét az állandó lakosoknak, azt tegyék fel a kezét. Jó, tehát két igen, aki nem, tehát akkor így alakult, tehát 4-2 arányban a jelentésre került. Akkor a következő az, hogy aki egyetért azzal, hogy a 12 ezer forint per négyzetméter reklámtábla adót bevezessük, az ugye nem tegyék fel a kezét. Jó, tehát akkor ez igen, ellene tartózkodás. Akkor egy tartózkodás és 5 igennel. És akkor ugye akkor egyben a rendeletet nem kell? Nem, akkor így. Tehát ezzel a két változtatás, akkor tulajdonképpen a jóvá hagyta a testület hát az adórendeletet, amely 18 január 1-én fog hatályba lépni. Jó. 6-os, lányfalvi hívek. Ugye itt erről is ugye vita bontakozott ki, hogy kell-e a plusz 100 példány. Én rajtam múlna, én nem mondanám, hogy ez szerintem annyira indokolt, én nem foglaltam be a bizottságnál, de a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy ez a 100 példány, ez kell a falunak. Én kimaradtam ebből a határodi arzsolni, azt javaslom, hogy tegyük belőle 18 január 1-től. Ugye nincsen benne, tehát hogy most már nyilván november, decemberi számra ne vonatkozzék. Jó? De hát elfogadta a bizottság. Ez ugye abszolút kiszámolható, hogy ez kb. 100 ezer forint körüli, 100 ezer fölötti éves plusz költséget jelent. Ki beszoroszt, az kb. Tudja, mert ugye 108 plusz áfa, tehát akkor a 108 ezer plusz áfa. De nincs annyi, bocsánat, mert csak 8 hónapra emeltük, tehát 800-szor, 108-szor az áfa. Tehát ez a 110-valány ezer forint körüli különbséget hozza. Tehát hangsúlyozottan ugye nem nyúlunk hozzá a 1400 példányhoz, ami a nyári időszakban van, tehát május, augusztus, tehát május, június, július, augusztus, 4 hónapig, csak a 8 hónapnak a például számát emeljük 1200-ről 1003-ra. Gabi? Köszönöm szépen. Mint tegnap is kifejtettem, nem növekedett annyival a porták száma, hogy indokolt lenne ez az emelés. Annál is inkább, mert itt inkább arról van szó, hogy a megjelent példányszám nem jut el a lakossághoz, akár a posta hibájából, akár pedig azért, mert például tegnap is hirtelen nyében egy Paksaméta újság került az önkormányzat újságasztalára. Honnan? Tehát azért rendeltük meg a lapot, hogy kivigyék a lakosságnak porta szám szerint. Ez nem történik meg. Ugyanakkor kóborolnak itt Paksaméta újságok a faluban, amiből akár kivehet, akár az is, akihez már meg is érkezett. Tehát egyrészt az elosztás nem teljesen megoldott.
kettő, semmiféle indoklás nem támasztotta alá. Ilyen kihangsúlyozom, hogy meg kell növelni a példányszámot. Eredetileg arról volt szó, én is így értelmeztem az elején, hogy a nyári megnövekedett forgalom és a nyaralósok kiszolgálása vagy tájékoztatása érdekében is kell megemelni, de nem, a nyári példányszám maradt az eddigi, és a télen az állandó lakosok számára szolgáló példányszámot emeljük meg, nem látom indokoltnak, ezt tegnap a bizottság előtt is kifejtettem, az eredeti példányszámmal pontosan kiszolgálható lenne a lakosság azon része, akiknek szántuk. Tehát, ahogy régen is mondani szoktuk, egyrészt a bizottság a javasol, kettő, a javaslattal én sem tegnap, sem ma nem értettem egyet, és nem is fogom megszavazni. Igen, mert elhangzott az, hogy lányoknak állandó lakosainak a száma az 1150 körül van, tehát is akkor a tolomkorok, vagyis az ingatlanoknak a száma, bocsánat, igen, porták száma, bocsánat, és ezek elegendőnek tűnnek az újság a jelenlegi. Ezt meg évek óta küldünk, mióta újságban, és ez nem csak a Várki Fél újságra vonatkozott, hanem a korábban a Lomóik által csinált újságra is. Azok se jutottak, az se jutott el sajnos lakosok. Úgy a postások, mondjuk egy ilyen teljesen eldugott utcában, ahol nem visz levelet, egészen biztos, hogy az újság nem megy ki, sajnos. De hogyha a Szeremányi úr sem, meg én sem, hát igen, ez egyik sem eldugott utcában vagyunk. Mert hát annyira neked fiókod van. Persze, és nincs benne. Jó, Pepe? Köszönöm a szót. Az, hogy mennyi az elég és mennyi a nem elég, ezt úgy tudnám eldönteni. Egyszer ugye, mert tudomásom szerint, szóljátok, hogy nem így van, a kijött újság mennyiségét azt átadják a postának, jó részét. Postások, ugye te azt mondod, hogy nem teszik be, vagy legalábbis neked volt, hogy előfordul, hogy nem tették be a postafiókba. Nekem postafiókom van, tehát beteszik, de most én nem figyeltem ennyire, hogy be vagy nem, meg vagy mondjuk őszintén. De ez a emelést úgy tudom elfogadni, és úgy tudom támogatni, hogy azt mondjuk, hogy egy év, ugye mert itt pár hónapról van szó, hogy és tessék, vizsgáljuk meg, hogy ez hogy van. De nem ez a baj, gyerekek, hogy most ez nem megy, hanem feltételem, és a Gabi azt mondja, hogy kimondatlanul, ugye, hogy nem biztos, hogy csak ennyi, hanem lehet, hogy jóval több nem kerül, vagy valahol van, mert itt egy paksamétet letesznek, a paksaméta darabszám nem tudom mennyi. 100 darab, vagy 50 darab, mennyi? Tehát, hogy 100 darab valahonnan valóban előkerült, az valahogy nem osztódott szét. Tehát most nem tudom, ki hozta ezt ide be, mert ez egy rejtélyes. De közben. De ilyen pillanatban arra gondolok, hogy akkor ezt meg kéne néznünk, hogy hogy van. Tehát emeljük föl 100-ra, akkor nyugalom van a falu, hogy mindenki megkapja ezt az újságot, de 100 ezer forint, tudom, hogy spórolni kell. De nézzük meg, hogy ez így van-e. De ha a bizottság így döntött, akkor én valószínűleg a bizottság mellett fog szavazni. De mindenféleképp csak úgy, hogy egy évre, és mindenféle csak úgy, hogy utána ezt nézzük meg, hogy ez igaz-e vagy nem. Mert akkor feleslegesen dobtunk ki 100 ezer forintot. A bizottsági javaslat is így hangzott, hogy próbáljuk meg, és utána vizsgáljuk felül, hogy van szükség volt rá. Én már többször gondolkodtam, hogy hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy az újságok eljutnak el. Egy módon lehet, hogy valaki venni a fáradtságot, és fölhívogatja a lakosokat, hogy maga kapott újság, vagy maga kapott újság. Mert ekkor sem tudja az összeset felhívni, de abban már lehet egy következtetés levonni, hogy eljut-e vagy nem. De vajon ezt senki nem tette meg, és vajon kikényszeríthető erre, hogy mondjuk ezt a bírcsapatot megcsinálják. Fordítsuk meg. Van honlapunk, valamint újságunk is van. Az újságban és a honlapban fel lehet kérni a polgárokat, hogy ha tudnak olyanról, vagy ők maguk nem jutnak hozzá sorozatosan, jelentős mennyi, nem egyszer-egyszer, mert előfordulhat, hanem folyamatában a laphoz, akkor legyenek olyan szívesek és adjanak visszajelzést az önkormányzatnak. Ezt lehetségesnek látom, mert ha egy leányfalusi lakos László, Szeremányi László, aki a Móricz Zsigmond úton lakik, folyamatosan nem kapja meg, szemben a postával, ott valami sánt. Hát igen. Jó. Na, akkor egészítsük ki akkor azzal, hogy egy év próbáljunk. Igen.
kötvény megjegyzést, ezt jó bevenni. Tehát, hogy az újság és a jelezze, ez is amellett szólna, hogy ennél elének kéne lenni, mert azért nagyon sok ember most már gondolom a honlapon olvas rá, ha érdekli, akkor honlapon sem tudja olvasni. Sokan ragaszkodnak, még sokan nem használják az internetet, az idősek meg pláne nem. De ehhez képest viszont elegendő a példányszám már most is. Kiderül. Csak akkor azt azért tisztázunk, hogy itt 86.400 forint plusz áfáról beszélünk. Igen. Tehát nem 100-valány ezer plusz áfa, hanem... Ja, bocsánat, jó. Akkor be is írhatjuk. Igen. Mennyit számoltál ki? Hát ide van írva. Jó, az előterjesztésben benne van 80. Tehát a okay. 800 példányból több lap jelenhetne meg, mely évi 86.400 forint plusz áfa többletkiadással jár. Jó, tehát akkor a határozati javaslat úgy hangzana, hogy Lájtről nagyközség önkormányzati képviselőtestület egyetért a Lájtrói Hírek című lapnak szeptembertől áprilisig terjedő időszakra vonatkozó havonkinti 1300 példányban történő megjelenésével egy év próbaidőre 86.400 forint plusz áfa per év többletköltsége, tehát 2018 első hó 1-től. Uh-huh. Felhatalmaz a Rosszmányák polgármester az előterjesztés harmadik számú melléklete szerinti, látjának köszönhetős listáját, tehát egy vállalkozó közötti megbízási szerződés egyes számú módosításának találásával. Megnövekedett példányszám megjelenési költségére, költségű tartalék elegendő fedezet biztosít. És akkor, ha akarjátok, beleírhatjuk azt, hogy kérik a jó, hát azt nem kell, hol a föl fogjuk tenni a kérdést. Sőt, hát tulajdonképpen, amíg nem jelentne az újság szolgó az adás, akkor tegye be az újság. Igaz, hogyha nem kapja meg, nem tudja. Hát ez jutott eszembe. Jó, aki ezzel egyetért, az... Jó, akkor ellene. Egy ellen is akkor. Jó. És akkor ezt egy év múlva felvizsgáljuk. Következő költségvetési, akkor tisztázunk, és akkor jó lesz. Jó, Zombori Boróka kilépése. Ugye, ezt szerintem tudtátok, hogy a családi okokból hivatalosan nem adott be kérelmet, csak egy ilyen e-mailt írt, azt is csak a Gulyás Andrásnak, nálam bejárt személyesen, de nem adott be. De hát szerintem kell ezt így is fogadnunk. Most a Gulyás ugye függve hagyta a kérdést, hogy akkor be kívánjuk-e tölteni, vagy nem. Ugye én azt mondtam, hogy működjön négy próbán tovább, de én kiegészítettem ezt a javaslatot azzal, hogy fenntartva annak a lehetőségét, hogy a működés ideje alatt ismét öt főre egészüljön ki a tagság. Tehát ne vegyük el teljesen a lehetőséget, hogy valami találnak egy olyan embert, aki úgy gondolnak, hogy még tudná segíteni a munkájukat. Vagy mi, mert pontosan a tegnapi ülés követből levont következtetés alapján esetleg fel lehetne kérni Pátvai Ferenc urat, hogy legyen a bizottság tagja és segíteni a munkát most szerintem, de ezt természetesen vele kell. Hát meg a bizottsági tagokkal akkor. Igen. Javasolni lehet Gulyás úrnak, mint elnök úrnak, hogy mérlegeljék ezt. Jó. Akkor így elfogadható, ha ezzel kiegészítjük, akkor úgy hangzik, hogy Lájtő Nagyközség önkormány képviselőtestülete köszönetet érzi ki Zombori Boróka bizottsági tagnak, tanbizottságban, mint a képviselőtestület tanácsadója alsattevő véleményező szervében elvezett munkájáért, és egyidejűleg tudomásul veszi a bizottsági tagnak a tanbizottságból 2017. szeptember 23-a napjában történik kilépését. E naptól a tanbizottság négy fővel folytatja tovább működését, fenntartva annak lehetőségét, hogy a működés ideje alatt ismét öt főre egészüljön ki a tagság. Jó, aki ezzel így egyetik. Jó, akkor ez hat így is. Hát erről ezt nem tárgyalt a bizottság, de ez egy végül is pénzügyi vonatkozása nincs. Ezért nem választottuk el a bizottságot.
mindenki tudja, hogy ugye mi benne vagyunk ebben a intézmény fenntartó társaságban, és ebben ugye a tagok azok Tahitótfalú, Dunamondány, Visegrád, Szentendre, Leányfalú, Spócs megye. És ugye ez most a Dunamondány úgy döntött, hogy kilép, 3 millió forint támogatást kap ezért a közvetlenül Dunamondány. Mi úgy gondoltuk akkor is, hogy tulajdonképpen ennek a tagságot érdemes fenntartani, ez egy plusz teher lenne nekünk, hogy erre fel kellene venni egy embert, aki ezt a feladatot ellátja, biztos, hogy nem tudná olyan színvonalon ellátni. Nagy eséllyel, miután tudom, hogy ez a társulás problémákkal küzd, munkaerő problémákkal erősen küzd, akkor most egy lehetséges dolog van, hogy mondjuk elveszünk a tőle egy, mondjuk elcsábítjuk, hogyha tudunk magasabb fizetést adni 3 millióból. Tehát ez nem olyan nagyon sok, hogy abból olyan nagy fizetést lehessen adni. Ezért maradtunk vele. Dunamondán mégis úgy döntött, hogy kilép. Hát ennek a tudomásról még előbb szól ez a dolog. Valószínűleg egyébként, hogy néztem most az elszámolást, ezt lehet, hogy egy kicsit zsebbe kell nyúlni, de a szociális keret keretére ez finanszírozható. Tehát az, bár most már láttam a jövő évi számokat, azért felére csökkent ez a összegyődi komolyan. Tehát a vég a habzsidőzsinek. Úgyhogy, de valószínű, hogy ezt nem olyan mértékben fogja ez emelkedni, hogy ne érje még mindig meg. Ha eljutunk oda, hogy már nagyon gázos lesz, akkor mi is megtehetjük bármikor, hogyha a Dőberdi Unius itt bejelentjük, hogy kilépünk ebből a társaságból, és akkor mi kapjuk a 3 milliót, és akkor egy ember lesz itt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha lesz új lévői szolgálat épület, akkor jól el lehet. Hát például. Egyébként itt vannak, tehát egy héten többször is itt vannak, tehát itt ülnek a szociális teremben, és jönnek is hozzájuk, tehát nem túl sokan, szerencsére Lányfalunál nincs ilyen egetverő probléma ebben a kérdésben, de van meghozott a kérdés. Na, van-e kérdés? Minden kettő jó megoldást. Úgy hangzik ott a Latárti Arsad, hogy Lányfalun Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületen tudomásul veszi a Dunamondány család és gyermekjóléti intézményt fenntartó társulás 2017-19. Számú társulási tanács határozatában foglaltakat, amelynek értelmében Dunamondány község önkormányzata 2017. december 31-ig naptárnappal kilép Dunakanyari család és gyermekjóléti intézményt fenntartó társulásból. De egyetért az 6, igen. 9-es. Országos Mentőszolgálat Bizottság ezt tegnap tárgyalta, ugye felvetődött, hogy hát ez már, igen, ez a már a második kérelmük az idén, hát tudomásul kell venni, hogy nincs jó helyzetben, és végül is a bizottság úgy döntött, hogy 50 ezer forintot ad azzal a kitétellel, és hát ezt ugye tudomásul kellettük, hogy most akkor egy darabig nem engedünk ilyenfajta kéréseknek. Ez a Szentendrei mentőszolgálathoz megy, tehát mondjuk ugye a Lányfalu ellátását is érinti. Hát tudjuk, hogy nincsenek jó felszerelve, hát időnként ellopják a lélegeztetők, és a legeket az lélegeztető készülékeinket is. Robi? Esetleg nagyobb összegű támogatást is javasolhatok, hogyha mellette az eszközök őrzését biztosítani tudják. De egy biztos, legyen, hogy nekünk nincs saját mentőállomásunk, és azért elég sok idős ember is van a faluban, és a bármilyen jók a közvetlen orvosok és az esetek, nem ugyanaz a prompt szolgáltatás és életmentés adott esetben, mint a mentői. Én, ha rajtam állna, sokkal több támogatást is adnék, bár ez mondjuk régiós lefedettséget biztosít, de egyetértek a bizottság javaslatával. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy szeretném kihangsúlyozni, hogy a mentőszolgálat alapítványát támogatjuk. Tehát nem a mentőszolgálatot támogatjuk, függetlenül attól, hogy hozzájuk megy a pénz. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy
hogy nem a támogatást kéne növelni, hanem odáig kéne hatni, hogy tehát az lenne a jó, hogyha nem lenne szükség arra, hogy egy alapítványt létre kelljen hozni azért, hogy tudjon működni egy mentőszolgálat, egy országos mentőszolgálat. Tehát ezzel kapcsolatosan ez a véleményem. Persze, ennyit tegyük meg, de én azt gondolom, hogy itt nem nekünk lenne ez a dolgunk, meg a feladatunk, hanem az ország vezetőinek lenne a feladata, hogy ezt elintézzék. Köszönöm szépen. Hát igen. Akkor esetleg javasolhatom, hogy minden kormányzat és mint polgármester az illetékes ártásnak írjunk egy levelet. Hogy legyenek kedvesek erről gondoskodni, és ne alapítványokon keresztül kelljen az önkormányzatoknak a saját lakosaik védelmében ilyen támogatásokat fizetni. Jó. Hát ugye nehéz a kérdés, mert például jó egészített ki, alapítványról van szó, és ugye az alapítványi támogatás nyugodtan rámondhatja bárki, hogy a mentőszolgálat megkapja a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy működjön, és ez az alapítvány az tulajdonképpen... Nem egészen ezt mondtam, azt mondtam, hogy szerintem nem kapja meg. Tehát azért van szüksége egy alapítványra, hogy alapítványon keresztül szerezzen még támogatást. Igen, egyébként csak én amivel reagáltam, hogy ha most levélbe fordulsz, akkor ezzel le lehet patintani azonnal a dolgot. Nem a mentőszolgáltat elállítjuk, hanem az alapítványt. Pepe? Viszont a szót nem javaslom a levél megírását. Többet tartunk vele, mint használunk. És nem arról beszélgettünk, amerről kéne. Maradom, hogy alapítványnak támogatunk 5000 forintot, hogy az alapítvány célkitűzését támogatjuk. És nem arról van szó, hogy a mentőszolgálat, hogy végzi a szolgált és kinek mi a feladata, mert ez két külön feladatrendszer, ami nem volt az asztalunkon. Tehát a Gyulának úgy igaza van, hogy ezt a hatalmon lévő mindenki kormánynak kell megoldania, csomó mindent nagyon nehezen tud megoldani, és ilyen pillanatban azért, hogy létre egy alapítvány működjön. De ha megnézed a civil társadalomban, hogy mindenhol létrehoznak alapítványokat, az ügy, hogy menjen tovább. Nem javaslom, hogy a falu leveleket írogasson a kormánynak. Ez rossz fényt vetne ránk, és nem is lenne igaz. Köszönöm. Ja. Csak kiegészítésképpen el kell olvasni az alapítvány kérelmét, ugyanis pontosan arról beszél, amiről a Gyula is, hogy a mentőszolgálatban hiány. Közöknek, és ezért kell segítség számára. A levelet ironikusan említettem, hogy meg kéne írni, tekintettel arra, hogy Gyula felvetette, hogy miért. Én meg azt gondoltam, hogy a miértre így lehet választ kapni, hogy azért. Természetesen tudom, hogy nem kapunk választ, semmelyik kormánytól nem kapnánk választ, valóban ez hiba, de valamilyen módon a lázongás mellett utána kéne nézni, hogy valóban miért. Jó, hát még ilyen problémát egy párat fölött tudnék sorolni, úgyhogy szerintem ugorjunk. Ugorjunk. Jó, tehát akkor úgy hangzik a határozati javaslat, hogy Lágyhegy Nagykörségének képviselőtestülete, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány által mentéstechnikai eszközök beszerzése tárgyában benyújtott 908/2017 számú kérelmét megismerte, és az abban foglaltakat támogatja az alábbiak szerint. Az önkormányzat 2017 évi költségvetésének általános tartalmi kerete terhére egyszeri 50000 forint összegű visszanemtérítendő támogatást nyújt az alapítvány számára támogatási kérelem szerinti mentéstechnikai eszközök beszerzése céljából. 11-et ért az. Jó, tehát akkor ez 7, igen. Jó, 10-es. Na, most ezt jól értem, sajnos nem volt igen, ő tisztázom, hogy ez mandula vagy mandulás. 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 Ugye értjük, hogy mandulás. Ez föl van a Szentendre határában majdnem, tehát a Ravasz László utcának a végéből indul, és ide jön ki a Sasülés utcának a végéhez. Lapon mandula szerepel. Igen. Érdekes a kérdés, de amit értik egy ilyen mandulás, tehát ez is egy olyan kérdés, amit rendezünk kellene. Úgyhogy sajnos nem sikerült az utcákat teljes egészében rendezni, de vannak ennél nagyobb problémák is, hogy például a két utcánk, amikről én tudok, egyáltalán nem szerepel sehol se, pedig itt létezik. Na, szóval ezek a nagyobb problémák. Jó, az a tulajdoni lap tulajdonképpen, ami az igaz,
érdekes lenne lekérni egy másik tulajdoni lapot is, mondjuk a szomszédét, vagy bármelyiket ebből az utcából, hogy harmadik hoznak ki. Ravasz László utcában is van olyan tulajdoni lap, ami Ravasz László utca, és van egy Galap utca, ugyanabban az utcában. Tehát, hagyd ne mondjam. Ne mondjam. Ismerem. Jó, tehát ez egy kicsike kis ficak, igazán nem lehet tudni, hogy mi miatt alakult így a dolog. Két ember is tudunk segíteni, meg tudja csinálni a csatorna bekötését. Nekünk ez a terület indiferens abszolút, úgyhogy a bizottság javasolta, hogy értékesítsük ezt a területet. Jó, tehát akkor úgy hangzik, hogy Lányföld Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete Rónai Balázs úrnak, mint 2000 pillanat Lányfalú, itt már mandulás van, szóval kettő számú nyilván ő így írt, alatt ingatlan tulajdonosának, ő a 2010-es Lányfalú Mandula utca 519/2-es helyzeti számú ingatlan tekintetében benyújtott 825/2017 ittató számú vételi szándéknyilatkozat megismerte. A képviselőtestület a vételi szándéknyilatkozatban foglaltakat támogatja, amelyen hozzájárul a 2016 Lányfalú Mandula utca 1911/2-es helyzeti számú ingatlan értékesítéséhez, és ezzel az ingatlan fogalomképes törzs vagyonba történő áthelyezéséhez. Ez egyetért, az akkor hét igen egy hangon. Jó, és akkor a plusz napi rend, ugye a tűzoltó ősnek a plusz igénye, ezt is támogatta a bizottság, hát erről most nem mutatjátok meg írásban, és akkor az úgy hangzana a határozott javaslat, hogy a testület támogatja a tűzoltó egyesületnek a plusz igényét, a tűzoltó autó költségeinek kiegészítéseképp. Ezen összeg 198.031 forint volt, azt hiszem, hogy ilyen forint volt. Én leadtam már a pénzügynek azért nincs nála, és a tartalék keret kellene ezt az összeget kifizetheti. Aki ezzel egyet, az hét igen egy hallom. Jó. Jó, hát akkor maradt a András. Örülök, hogy megjöttél. Én is köszönöm szépen. Majd akkor ezt napirend után még kettők is közelem lehet. Köszönöm szépen. Megszavazzuk. Ha megszavazzuk, nyilván. Jó, akkor a határozatok végrehajtása elég sok van. És elég hosszú. De minden. Az önkormányzat képviselő testülete a 123/2017 számú határozatával a Kubanek Anita és Kubanek Erika által benyújtott kávézó tervét megismerte, és a megvalósítását elvi szinten támogatta a következő feltételekkel. A kérelmezőknek be kell szerezniük a beruházáshoz szükséges vízügyi, szakhatósági és minden egyéb kapcsolódó engedélyt, a jogerős használatbevételi engedély dátumától számítva kettő éven belül meg kell valósulnia a beruházásnak, és kizárólag ettől a naptól adja bérbe a területet az önkormányzat 25 évben. A bérleti díj összege 50 ezer forint plusz áfa per hó. A bérleti szerződés további részleteit a jogerős építési engedély után a használatbevételi engedély megszerzésének napjáig dolgozzák ki a felek. A kérelmezők sem a tervezési, sem a megvalósítási szakaszban követelést nem támaszthatnak az önkormányzattal szemben, kivéve azon tulajdonosi jognyilatkozatok megtételét, amelyek az építési engedély megszerzéséhez szükségesek. A döntést továbbítottuk az érintetteknek. Főépítész asszony tájékoztatta Kubanek Anitát arról, hogy a következő lépésként egyeztetve Vadász Györgyűvel a tervezővel javasolt előkészíteni az építési engedélyezési terv dokumentációt, és már a konkrét tervekkel előzetesen megkeresni a feladat és hatáskörre rendelkező szakhatóságokat. Kubanek Anita ezt követően arról tájékoztatta a főépítész asszonyt, hogy mind az építési engedélyezési terdokumentáció, mind az előzetes szakhatósági hozzájárulások beszerzése folyamatban van. A második, a képviselő testület a 124/2017 számú határozatával elfogadta a Lányfalú Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. A döntéstől a pénzügyi osztály értesítettük. Az önkormányzat képviselő testülete a 125/2017 számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat és a Helpro Dental Betéti Társaság képviseletében dr. G.G. Tíme a ügyvezető fogorvos között a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásra jelölt feladatellátási szerződést,
A dr. Gébin Tina ügyvezető fogorvosi kérelmében foglaltak szerint heti rendelési idő tekintetében módosítja a döntést, továbbítottak a kérelmezőnek, a feladatellátási szerződés pedig módosításra került. A képviselő testület a 126/2017 számú határozatával elfogadta a tündérkert oboda 2017. augusztus 29-én kelt beszámolóját a 2016/17-es nevelési év értékeléséről, a döntést továbbítottuk a szóval számára. Az önkormányzat képviselő testület a 127/2017 számú határozatával megismerte és tudomásul vette a tündérkert óvoda aktualizált pedagógiai programját, a döntést továbbítottuk az óvodának. A képviselő testület a 128/2017 számú határozatával megismerte és tudomásul vette a Lányfalu tündérkert óvoda házi rendjének, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a döntést megkapták az érintettek. A képviselőtestület a 129/2017 számú határozatával jóváhagyta a tündérkert óvoda 2018. szeptember 1 és 2023. augusztus 31 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját, és a 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31 napjáig szóló beiskolázási tervét. A döntést megkapta az óvoda. A képviselő testület a 130/2017 számú határozatával hozzájárult a Lányfalu tündérkert óvoda két nagycsoportja létszámának megemeléséhez, valamint Forgács Györgyi óvoda pszichológus szerződésének meghosszabbításához. A képviselő testület egyidejűen arról is döntést hozott, hogy az önkormányzat a jövő évi költségvetés tervezésekor megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az óvoda pszichológus egy évnél hosszabb időtartamra határozatlan időre is foglalkoztatható-e részmunkaidős 20 órás státuszban. A döntést továbbítottuk az óvodára. 9. A képviselő testület a 131/2017 számú határozatával jóváhagyta a Termárfürdő felügyelőbizottságának ügyrendjét. A döntést továbbítottuk az érintetteknek. A képviselő testület a 132/2017 számú határozatában felkérte a polgármester, mint a közút kezelőjét, hogy a Szent Imre Herceg útján forgalomtechnikai szempontokra való tekintettel a balesetveszély elhárítása érdekében tegyen intézkedéseket, az iskola utcája, szólítsa fel a 1586/4-es számú helyrajzi számú 4-es ingatlan tulajdonosait a közterületre telepített díszcserjesor megszüntetésére, helyeztesse ki a megállítólos táblát az utca bal oldalának elejére, kezdtek megfelelően, és aszfalt burkolat szélén vonalfestéssel hívja fel a figyelmet az utca bal oldalán való parkolás megtiltására, ahol a járda van. A döntéstől értesítettük az érintetteket, illetve a következő intézkedéseket hajtotta végre a hivatal. Polgármester úr, mint a közút kezelője, egy minden kellékével ellátott és részletesen megindokolt felszólítást küldött az érintett cserjét kihelyező ingatlan tulajdonosainak. Hát a döntést október 10-én átvették, majd október 18-án levélben tájékoztatták az önkormányzatot arról, hogy kérték az illetékes közlekedési hatóságtól, ez ami a érdejárási hivatal, polgármester úr felszólításának felülvizsgálatát. Az ügy tehát jelenleg a közlekedési hatóság előtt van, amely közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja azt, majd hozza meg ez az ezzel kapcsolatos döntést. E döntés függvényében tehetjük meg a következő döntéseket. A kereszt táblák egy részét szereztük, valamint kihelyeztünk egy oszlopot, amelyen el lesz majd helyezve a megállítólos tábla, az egyéb az ehhez kapcsolódó munkálatok befejeztével. A műszaki osztály az útburkolati jelek és egyéb felfestések tekintetében ajánlatokat kért be. Itt tartunk jelenleg. 11-es. A képviselő testület a 133/2017 számú határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik a Burza-Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018 évi pályázati fordulójához, és közzéteszi az önkormányzati A és B típusú pályázati felhívásokat. Az önkormányzat határozatával csatlakozott a 2018 évi pályázati fordulóhoz, és a helyben szokásos módon honlap tudatotába már 2017. szeptember 28-án közzétette az A és B típusú pályázati felhívásokat, azonban a november 7-i határidőre járt, egy ilyen szép dátum november 7, nem érkezett be pályázat egyik felhívása sem. Tehát ezek szerint nem jelentkeztek a... Ilyen még nem bocsús. 12-es.
A képviselőtestület a 135-tel 2017 számú határozatával úgy döntött, hogy a Termálföldön Kft-nél végzett könyvvizsgálói és jogi audit megállapításáról szóló jelentés alapján büntető feljelentést megtételét és polgári peres eljárás megindítását is kezdeményezi Cucor Attilával szemben, a Termálföldi korábbi igazgatójával szemben. A képviselőtestület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogi eljárások kezdeményezésével és lefolytatásával kapcsolatban egy erre szakosodott ügyvédet bízom meg. A döntés végrehajtása, illetve az ügyvédek kiválasztása folyamatban van. Van-e valami? Egy ember, egy dolgozgáljától. Ha valakinek van valami ügyvédismerőse, valaki nyugodtan ajánlhat valakit, aki ebben egy van. És ugye nem szívesség van, hogy amit rendesen. Hát igen, sajnos fizetni kell érte. Szívességgel. 13-as képviselőtestület a 136/2017 számú határozatával arról döntött, hogy a Termálföldön Kft-nél végzett könyvvizsgálói és jogi audit megalapításairól szóló jelentés alapján kezdeményezi peren kívüli egyesség kialakítását a Leányfelő Termálföldön Kft. Korábbi könyvvizsgálójával adott FKFT szemben. A 6,6 millió forintot tartalmazó 2016 áprilisában kiállított KOP reklámszámla 2015. évi auditált mérlegbe történő elfogadásával kapcsolatosan a kötelező könyvvizsgálói biztosítás és az adóterv Kft. Vagyonának terhére. A képviselőtestület az egyesség kezdeményezése tekintetében felhatalmazta Oszlán János polgármestert, hogy az annak kialakítását elősegítő tárgyalásokat lefolytassa. A döntés végrehajtása folyamatban van valami? Nem vagy még nem kéne jönni. Hát ezt egyedül nem fogom tudni megcsinálni, tehát egyeztetni kell, akkor nyilván el kell hívnom a mostani könyvvizsgálót, meg a Csány Erzsébetet is, meg hogy ennek nagyon a szakmaiságát nem fogom megítélni, tehát neki kéne helyesebben az új könyvvizsgálónak kéne, mint ő csinálta meg a Turántőt, de meggyőzni őket, hogy hát ebben én legfélebb közvetítő lehetek, meg fogom csinálni. Mondjuk így bizottságülésre jött őket, nem jött bizottságülésre? Nem, hát ez így. Persze, hát hogy a Torán Tünde, az új könyvvizsgáló, a Strand igazgatónő, hogy körülbelül után kevésbé is kell. Csomorosban. Csomorosban élek. Ők amúgy értesültek erről a dologról? Hát én biztos vagyok benne. Tehát biztos vagyok benne. Leányfalu képviselőtestület a 137/2017 számú határozatával elfogadta a Viku vízkutató és fúró zárt körülbelül működő részvénytársaság B4 katasztrális számú hévízkút felújítási munkai adott árajánlatát. Az árajánlat elfogadása esetén a kivitelezés költségeire a költségvetés tartalékterv kerete elegendő felelően biztosít, a döntéstől értesítettük az értékeket. Ez tegnap változott valahogy ez a... Igen, tehát ezt mondtam itt a kérdezni előtt, hogy elhalasztódott októberre, akkor ez a dolog, hát a kötelezési vállalásunk az fennáll. Igen. 15-ös, a képviselőtestület a 138/2017 számú határozatával jóváhagyta. Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat, a Termálföldön Kft. És a KOP sportegyesület között megkötendő első számú melléket szerinti használati szerződés tervezetét egyidejűleg felhatalmazta Oszlán János polgármester, hogy Leányfalu önkormányzatának képviseletében az új egyéves szóló határozott idejű használati szerződést, mely a felek kölcsönös együttműködés esetén további két évre meghosszabbítható, aláírja. A döntést tovább tudtuk, sőt meg is történt az aláírás. Nem egészen egy évre, hanem mikorra? Június 30-án? Hát most még, augusztus 30-án. Augusztus végéig, ugye? Ugyan meghosszabbított a szerződés. Igen. 16-os. A képviselőtestület a 139/2017 számú határozatával támogatta a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Műszaki Mentő és Vízimentő Egyesület által a tűzoltó autó beszerzése tárgyában benyújtott kérelmét, az alábbiak szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére egy egyszerű 2.310.960 forint értékű pénzeszközt adott át az egyesület részére. A támogatási kérelemben feltüntetett tételek, tűzoltóautó, légeres rendszám, üzemanyag honosítása stb. Beszerzésére, illetve megvalósítására. A pénzeszköz átadásának feltétele az volt, hogy a tűzoltóautó az önkormányzat tulajdonát fogja képezni, amelyet az önkormányzat az egyesületnek, mint üzemben tartónak a használatában ad.
Az Egyesület 8 napon belül köteles elszámolni a tűzoltóautó vételárával és Magyarország történő behozatának költségeivel, 30 napon belül pedig a forgalomba helyezési járulékos költségeivel. Az Egyesület köteles viselni a tűzoltóautó üzemben tartásával kapcsolatos valamennyi költséget, ideértve a kötelező felelősség biztosítás díját is. Az Egyesület, mint erről már értesültünk, megvásárolta és forgalomba is helyezte a tűzoltóautót, melynek költségeivel határidőben elszámolt. És a régi tűzoltók, még láttam, még egyelőre megvan az is, hogy a két tűzoltóautónk is van jelenleg. Az még, tehát már minden rendben van az autóval, de még a katasztrófa védelmben rajstromba kell venni. Ez van most folyamatban. 17-es. A képviselőtestület a 140/2017 számú határozatával úgy döntött, hogy a vízilabda akadémia beruházását abban az esetben támogatja, ha az a termálfürdő északi végén valósul meg. A döntést továbbítottuk az érintetteknek. Polgármester úr felvette a kapcsolatot a kiemelt kormányzati beruházások központjával, amely egyelőre nem kezdeményezett egyeztetést. Ez ügyben? Egy telefonhívásom volt. Beszéltem, tehát odáig eljutottunk, hogy akkor most várunk vissza, hogy majd közölnek egy időpontot. Tegnap volt csandbizottság ülés, többen itt voltunk. Ugye itt megfogalmazták, hogy lehet, hogy nekünk is kéne kezdeményezni a kópival szemben, de ez már egy külön történet lesz. Vagy esetleg csináljunk róla egy szót? Tegnap ígéretet tettem, hogy megkeresem azt a 2014-es sport programanyagot, amit annak idején kaptunk a Kóbétól, neked, polgármester úr, most neked is, a Gulyás úrnak, mint a bizottság elnökének és az igazgatóasszonynak, ma délután elküldtem mind a kettőt, hogy alapul szolgálhatnak esetleg annak a javaslatnak, amiről tegnap a bizottság ugyan nem határozott, de tárgyalt. Sikerült megtalálnom. Írásban neked is. Jó, akkor elküldöm a képviselőknek. Volt róla egy kis polémia, hogy mi lenne a helyes magatartás az önkormányzat, hogy kéne nekünk most lépnünk a Pópéval szemben, hogy szorgalmazzuk, hogy itt valami történjen, vagy várjunk arra, hogy ők lépjenek, és igazából majd várjuk, hogy mit javaslat a bizottság, de majd lefogásolni. Nem döntött tegnap, de bizottság is megosztott volt. És Farkas képviselő úr javaslata volt, hogy ezzel érdemben be. A testület is foglalkozom, ugye megkeresem, és elküldöm mindenkinek. Taró, az volt a végül is itt a konklúzió, hogy fölmerült annak a, tehát fölkerült egy olyan javaslat a Mérzés Sándor részéről, hogy kellene kérni a Kópétól egy olyan sportszakmai dolgot, amire ki lehet írni egy pályázatot. Hiszen mire írjunk ki pályázatot, amikor azt sem tudjuk, hogy működik egy ilyen. Egyrészt ezt jó lenne, ha leírnák, azzal sok mindent segítenének. És akkor, ami nekem a javaslatom volt, de hát ezt már elmondtam máskor is, hogy én azt tartanám ebben a helyzetben jónak, hogyha olyan módon tudnánk kezdeményezőleg föllépni, hogy a kezünkben maradjon a irányítása ennek az egész történetnek, amennyiben ebből egyáltalán lesz valami. Tehát ha csak arra várunk, hogy a Kópé oda egyáltalán az északi végével foglalkozik, és oda megterveztet valamit, akkor gyakorlatilag ugyanabban a helyzetbe kerülhetünk, mint itt az elejével. Tehát nem lesz meg egy deka esélyünk se arra, hogy valamilyen módon ezt a pályázatot, mert ennek a pályázatnak elvileg nem csak arról kéne szólni, hogy akadémia legyen, mert az ígéretek szerint sokkal többről van szó, akkor ennek a becsatornázása ilyen módon talán kedvezőbb lehet. És azért javasoltam én azt, hogy adott esetben akár ennek a, tehát ha megvan a sok sportszakmai dolog, és oda kerülne a sor, hogy a tervezése is elkezdődhet, akkor egyértelműen tehát ezt egy közös projektként kellene megcsinálni, aminél egyértelművé válik az, hogy tudunk diktálni. És akkor ha, tehát ez mindegy, nagyon-nagyon sok ha van ebben a dologba beépülve, de ez volt arra, amit a Bérci Sándor is kezdeményezett, hogy
hogy lássuk meg, hogy, hogy le tudnak-e tenni egy ilyen programot, ami alapján meg lehetne tervezni oda egy házat. Tehát ne az legyen, hogy abból kezdjük el, kezdje valaki kimazsalázni, ami egyébként elkészült, mert ott se volt mögé téve. Tehát ezt látni kell. Az volt mögé téve, amit most küldtem. Na jó, akkor tehát erről ennyit tudtunk. És ezt őket mint szakmai tanácsot kérünk tőle, tehát őket nem meg, tehát a pályázat egy nyitott pályázat lesz. Nem, hát mint szakmai segítséget, mert hát most ne a Magyar Vízilabda Szövetségtől kérjünk már egy akadémiára vonatkozó dolgot, hanem akkor segítsenek ők ebben a dologban, hát ők vannak a legközelebb ebben a helyzetben. Tehát több megszületés elhangzott tegnap. Hogy nem? És az 5-től 8-ig itt voltak, úgyhogy meg kéne nekik köszönni a munkájukat, már így karácsonyban egy levélve legalább valami, mert azért elég sokat foglalkoznak a ingyenes SMS strandfürdőkkel. Sőt, Gulyás úr 3-tól 8-ig, mondta, hogy előtte nekik kapva jegyeztetést volt. Úgyhogy meg írjunk még ide vele. Köszönöm. Lopkodik is egy kicsi. Lopkodik. Ez volt a katedrálfürdő. Így van. De erről majd küldenek, gondolom, egy írásba. Így van. Testület számára. 18-as, a 141/2017 számú határozatával úgy döntött a testület, hogy a 180/2014 számú határozatát visszavonja, a döntést továbbtettük az érintetteknek. Ez volt, ahogy nem tartjuk fönn tovább a... Taut. Ja, ugye az előzőt visszavonjuk a 14-es döntésünket. Így van, hogy az első épületre vonatkozó támogatásunkat azt visszavonjuk, ez volt az valóban. És ezt megkapta a HOPI. 19. A képviselőtestület a 142/2017 számú határozatával felhatalmazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázat benyújtására. A Leányfalu pályázat rövid címe: Leányfalu óvodaépületének azbeszt mentesítése és hőszigetelése a működés fenntarthatósága érdekében. A Leányfalu pályázat teljes címe olvasható: a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 40.621.842 forint, 95%, ami a támogatás lenne, és a saját forrás önerő összege 2.137.992 forint, ez egy 5%-os tehet jelent. A projekt összköltsége 42.759.834 forint. A testület hozzájárult az önerő, előbb már elmondott önerő, mint saját forrás biztosításához a 2017 évi költségvetés tartalék keretet terhére, egyúttal nyilatkozott arról, hogy a beruházáshoz szükséges saját forrás az ön a költségvetésben biztosított. A testület felhatalmazta tovább a polgármesterület a pályázat bejutásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. A pályázat pedig határidőben bejutott a hivatal. 20-as. Mikor várható ebben? Mert mi van maradni? Nem tudom semmit. Mint a Benvilánál. Sosem. Jó. 20-as. A képviselő testület a 144/2017 számú határozatával úgy döntött, hogy a közművelődésről szóló 1/2003. január 30 számú önkormányzati rendelet 12. paragrafus alapján a kiemelt művészegyüttesi státusz elnyerésére vonatkozó 2017. évi pályázati felhívást 15 napra a helyben szokásos módon közzé teszi. November 15-e a határidő, az előtegeztés készítésének időpontjáig két darab pályázat érkezett be az önkormányzathoz, a Szent Anna-kórus, valamint a Szekér Színház részéről, ahogy a tavalyi évben is történt. Azóta sem jött. Több nem jött, majd akkor a sokében a bizottság, gondolom, aztán pedig majd a testület. Persze. Dönt róla. Persze. 21-es, a 147/2017-es számú határozatával úgy döntött, hogy a Leányfalu Nagykőrség önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat, a Termálfürdő Kft. És a Vízilabda Sportegyesület között megkötendő harmadik számú melléklet szerinti használati szerződést október 30-án rendkívül zárt ülésen megbeszéltek szerinti változtatásokat jóváhagyta, valamint ezt tekinti érvényesnek és hatályosnak. Tehát aláírtuk a szerződést, ja. Valamennyi fél aláírtuk. 14-es a képviselő testület. Hozzám, ne kezdjen el jövőd. További rendeletek
végrehajtása. Úgy, mint itt van még négy rendelet, az első, ugye? A képviselőtestület 2017. szeptember 13-án tartott nyilvános ülésén megalkotta a Lejtva Nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét. A rendelet szeptember 13. napján kihirdetésre került, majd 2017. szeptember 11-én hatályba is lépett. A rendelet kihirdetéséről jegyző a helyben szokásos módon gondoskodott. Második. A képviselőtestület a 2017. szeptember 13-án tartott nyilvános ülésén megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 11/2017 számú önkormányzati rendeletét. A rendelet 2017. szeptember 13 napján kihirdetésre került, majd 2017. október 1-én hatályba is lépett. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodott. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg felülvizsgálatra, majd megkötésre, illetve módosításra kerültek a lakásbérleti szerződések, amelyekben már a csökkentett bérleti díjak kerültek befogadásra, belefoglalásra. Tehát csökkent a lakbér a szociális hadászoruló számára. Hármas. A szeptember 13-án tartott nyilvános ülésen megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 12/2017 számú önkormányzati rendeletét. A rendelet szeptember 13-án kihirdetésre került, mert szeptember 11-én hatályba is lépett. A rendelet kihirdetéséről jegyző a helyben szokásos módon gondoskodott. És végezetül a négyes. Testület a 2017. október 25-én tartott nyilvános ülésén megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2017 számú önkormányzati rendeletét. A rendelet október 25-ig napján kihirdetésre került, majd október 26-án hatályba lépett. A rendelet kihirdetéséről jegyző a helyben szokásos módon gondoskodott. Jelenleg 49 darab kérelem került benyújtásra a hivatalhoz, miközben megkezdődött a tűzifa kiszállítása is a kérelmezők részére. Ezeket voltak azok. Köszönjük szépen! Hogyha nincs semmi, akkor... Kettő van. Ez? De várjuk, persze. Tehát akkor elfogadja a beszámolóval a testület. Két igen, egy hangot. Jó, sokkal. Hogyha köszönjük, persze, lehet, akkor lenne két egyedet. Az egyik az az Ildikóban, mert Jánossal egyeztettünk, van még a Jánosnál mindig, vagy az Ildikóban elföldelve egy körülbelül 20 darab kis fa, megmaradt még a minden újszülő gyermek, kutassuk egy fát, és a két edőknek a védőnök segítségére sikerült a 2015. évben születetteket felhívni. A 40 születettől 20 család jelentkezett arra, hogy elültetnék ezeket a fákat. Most ha éppen nincsen 20 fánk, akkor lehet, hogy még beszünk hozzá két ilyen kis cserét, hogy legyen meg a kellő számú. És jövő szombaton délelőtt 10-kor lenne elültetése egyet forradalmas fogácsás hangulatban a játszótéren. Tehát körbeültetnénk a játszóteret ebből a 20 fával, kör is, illetve tölgyfák lennének vegyesen, és akkor hát, ezek később majd... Az túlzás, mert a tölgy ez borzasztó aprócska. Hát, de már két éves előtt a tölgy a többi részét, tehát persze, igazából... Persze, persze, de azért mondom, hogy ez, ez csak... Hát miért nem nevelted jobban? A lényeg az, hogy ez hosszú távon árnyékot fogad be a játszótéren, tehát hogy az árnyékra nagyon nagy szükség van, és akkor itt ezek majd előbb-utóbb árnyékot fognak nyújtani. Tehát akkor szombaton 24-én lenne maga az ültetés, előtte kérnék majd segítséget, hogy kijelölni a helyeket. Na, ezt akartam mondani, hogy mindenféleképpen szükség lenne a valakit bevonni, vagy a klubba, hogy hívják ott a Bellavistaci, tehát valami hozzáér hozzáértő legyen már, aki megmondja, mert nehogy már elültetjük, aztán nehogy úristen 5 éves korában kipeljen ásni, mert... De én azt gondolom, hogy 20 fát így a négy oldalra végültetjük, azt elfogjuk. 3 éves úgyhogy. Úgyhogy ez az egyik, amit akartam mondani. A másik az adventi gyertyújtások lesznek a minden hétvégén, és a lelkészűre beosztottuk ők egymást, vagy érintve őket. Lényeg az, hogy minden alkalommal lesz egy lelkész, aki majd szolgál, ezt majd az újságban lehozzuk, hogy ki mikor, tehát ez is sikerült. És akkor azért most azért késtem, mert a kormányinfon a bölcsőde kapcsán kérdeztem a minisztrót, és akkor a bölcsődéke kapcsolatban kaptam egy állásfoglalást. Az a lényege, hogy
hogy igazából a következő évre, akkor, tehát 18 végig akkor kéne bölcsődét építenünk, hogyha lenne vagy 43 éves nélkül kisebb gyermeknek a kérvénye, tehát a gyerek kérvényezni, vagy pedig 5 család kérvényezni. De ugyanakkor azt kérja, hogy egy kellettősen csak néhány 3 éven aluli gyermek ellátásra van igény, akkor a különböző településekkel lehet összefognunk, tehát módon arra, hogy más bölcsődékhez társuljunk, és ennek semmi fajta nagyobb adminisztrációt nem kérnek, illetve az fontos, hogy jövőre lesz sok pályázat, és akkor lehet majd pályázni, és hogyha nem nyerünk, akkor teljesen dobott lesz, hogy nem építünk bölcsödét, ha tudunk nyerni, akkor építhetünk, és ami nagyon fontos, hogy a fenntartás megváltozik, tehát nem úgy lesz, mint eddig volt, hogy normatív alapján, hanem teljesítmény alapján, ami azt jelenti, hogy ahány gyerek van, annyit finanszíroz az állam. És azt mondta még a főrésztőnk az államtitkár múltkor, hogy végülis elképzelhető azt, hogy 90-95%-át az állam támogatja a bölcsőde fenntartásának, tehát a bérköltségeknek és minden egyébnek. Tehát, hogyha ha tudunk építeni bölcsődét és lesz annyi gyerek, akkor a fenntartás sem lesz akkor a teher, mint korábban volt. De meglátjuk, hogy hány van számunk, hogy hány embert érdekelhetne a bölcsőbe? Sokan kérdezték, tehát írásban nem adtam be, mert úgy, tehát igazából nem is volt szó rólam, érdeklődtek, hogy mikor lesz, de ha lenne egy ilyen írásos kérem, tehát ugye ilyen lehetőség, hogy írásban adják be, biztos, hogy sokan lennének. Tehát 40 család előtt, hát nem 50 családban, lenne, 40 gyerek, igen. Na most nem vagyok benne biztos, hogy meg lenne a 40 gyerek. Vagy azt írják, vagy 5 család, vagy 40. 5 család. Az család, vagy 5 család, vagy 40 gyerek. 50 család, vagy 40 gyerek. 5 család, vagy 40 gyerek. 5 családban hány gyerek kell lenni? Ezt jól írja, ezt írja a jogszabály. Jogszabály az a 7 gyerek, nem ott tudnám. Igen, az volt egyébként, hogy 5 gyerek. Még most azért csodálkozom, hogy most a családokat... Ehhez kapcsolódóan azért nem volt módom neked, igen, nekem nem föltenni kérdést, azért megtudakolnám. Bölcsödét eddig még nem szándékoztunk építeni. Örültem a rákérdezésednek, mert arról volt, hogy ha nincs módja a településnek, akkor társulhat. És ezért 50% megszüntették a limitet a társulásban, és ez a más településre elhelyezhető gyerekek számában, és mini bölcsödéket fognak támogatni, vagy akár családi bölcsödéket is. Na most, ha mini bölcsödék és társulás a kérdés, ami reálisabb szerintem, még akkor is, ha van 40 gyerekünk, akkor melyik településsel gondolkodunk? Egyetem van minyább a lakó? Szentendben. Vagy Szigetvár, ahol van bölcsöde. Tajban nincs bölcsöde. De mi bölcsödéről beszélt? Effektíve, nem rendes bölcsöde. Az még nincs lehosság, akkor azt tárgyalni kell valamit be, hogy akarunk. Hogy akkor össze kéne állni, és... Igen, azért. De mini bölcsödét létre lehet hozni, az óvodában, egy tanteremben is, egy két kis teremben például, tehát van mindenféle lehetőséget támogatnak, úgyhogy... Én ezt tartom reálisabbnak, mint egy bölcsöde építését, mert ha nem járulnak hozzá igen jelentős mértékben a létrehozásához, és köztudott, hogy sem területünk nincs, sem pedig anyagi lehetőségeink egy új épület felhúzására, akkor ha ezt kidolgozzuk, és mindenképpen a bizottsággal is át kéne rágni a gittet, hogy inkább a társulásban kéne első lépésben gondolkodni, és megnézni, hogyan tud működni. Úgy tűnik, hogy az óvoda nem nagyon aktuális, mert most már csak 101 gyerek van az óvodában. Áthúzzuk a Kleinvillán az óvodát, és fölírjuk, hogy bölcsödés beadjuk. Szobás fér, az is jó. És utána, hogyha nem, akkor meg mi fogunk társulni másokkal, van egy bölcsödés. Ez is megoldás. A társulás biztos, hogy nem fog abból a szempontból működni, mint ahogyan az sem működik, hogyha nem helyben van biztosítva a nyári ügyelet, akkor mindjárt nem tart fel senki igényt. És a társulás az azt jelenti, hogy el kéne vinni a szülőknek valamelyik másik település. De ha ez a lehetőség fennáll, hogy a Kleinvillát így finanszírozzák. Na de az nem társulás, az egy helyben lévő bölcsőde. Jó, de ha annyira nagyon szükséges az édesanyáknak elmenni dolgozni, akkor hajlandó lesz elvinni egy településsel messzebbre. Csak tehát... ugye eddig ez nem nagyon működött, igen. Hogyha... De nem volt a lehetőség. Igen. De nem is volt lehetőség. Igen. Ezért említettem a vízpárszát. De amit János mondott, az lenne a legjobb. Akkor megmenekülne az épület is. Na jó. Már az óvodát áthúzzuk. Igen, hogy akkor átcsövel lesz, és nem óvodat. Egy belső építészt, ahogy az ágyakat. Hát figyelj! Akkor elég lenne. Nem, ez tövegszer kezdődött. Egyébként talán túl vagyunk a nagy gyerek. Brilliáns ötlet.
Nem tudom, örülnék, ha nem lennénk. Hát folyamatosan költöznek ki a családok, most is még felállítani. Persze, 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 de... És mindentünk bajban is lennénk, hogyha az adom oda nyerne. Jövőre mindenképpen megcsináljuk a tetejét.